Az idei rendes felvételi eljárásban 35%-kal nőtt a jelentkezők és a felvettek aránya is a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A felsőoktatási intézmény 440 hallgatóval kezdheti meg a következő tanévet. A felvettek döntő többsége állami finanszírozással tanulhat, a legnépszerűbb a mentőtiszt képzés volt. Közel 100-an jelentkeztek az országban elsőként az egészségügyi karon akkreditált hiánypótló mesterképzésre, az egészségügyi tanárszakra. Az intézmény természetesen meghirdette a pótfelvételit is. Itt szerepet kap a felsőoktatási szakképzés is, amely szociális és ifjúsági munkát takar, erre a normál érettségivel rendelkezők is jelentkezhetnek. Az alapképzéseink közül gyakorlatilag az összeset, tehát az ápoló, védőnő, szülésznő, mentőtiszt, egészségügyi szervező képzéseket hirdetjük, illetve most már a karon ugye 4 mesterképzéssel rendelkezünk, az ápolás, egészségügyi és szociális munka, szociális munka és szociális gazdaság, illetve a már említett újdonság, az egészségügyi tanárszakokat is hirdetjük a pótfelvételi időszakban, és ahogy tájékozódtam most az utóbbi időben tanulmányi osztálynál, van is elég szép számmal érdeklődő, különösen a mesterképzésekre. Pótfelvételi eljárás csak az nyújthat be, akit az általános eljárásban nem vettek fel, vagy egyáltalán nem nyújtott be jelentkezést 2016-ban. Aki úgy dönt, hogy ősztől valamelyik felsőoktatási intézményben szeretne tanulni, augusztus 7-éig vasárnapig adhatja be jelentkezését. A pótfelvételi eljárásban kizárólag önköltséges képzésre és csak egy helyre lehet jelentkezni. Fontos, hogy ezt kizárólag elektronikus úton lehet megtenni a www.felvi.hu honlapon regisztrációt követően. A pótfelvételiről döntés augusztus 25-én lesz, az eredményről a jelentkezőket írásban értesítik.